12 órában van az ellenség. Én fedezem Attilát, másik srácot, ott a fatövére van. Ott így. Zál meg valahol kint. Most én előre megyek. Első lépésen oda megyek Attilához. De ott a srácnál valahol kiflenkelték a srácot, kilőtték. Fejlővése van a srácnak. Jön kifelé, eltalálták. Kíze, tedd meg van. Onnan a dang mögül eljöttem, Attila ott van. Most én itt vagyok. Hiszem, hogy jól vannak ezek a ellenségek. Ahogy itt kell lenniük a falon. Kész vagyunk a nagy csatára, úgy hívják, hogy a Tower, szorony, mert ott vannak ilyen fából épített toronyimitációk, elég jó meg van csinálva, de hát aki oda megy, az öngyilkosság, mert azokat mindenki látja, nagyon nyílt. Attila kész van a harcra, ugye? Kész van. Mérigó. Ott vannak a csapataink, ott vannak. Well, I know Angel's going for this. Előző csatát elvesztettük sajnos. Eddig az összes csatát elvesztettük. Zalán, te hova mész? Oda? Vég a végére? Uh-huh. Attila, mi egy picit nem maradunk itt kint azért egészen, mert itt nagyon nyílt teret. És arra kell majd mennünk. Oda végig. Ott mi az ellenség. És hozzák majd az ászlót. Ide kell az ászlót felakasztani erre a póznára. Itt van egy kis folyócska. Ezen is át lehet menni a túloldalra, és egy 50 méteres szakasz még a pályához tartozik. Általában valaki átmegy ott, és akkor onnan jön erre felé, és akkor fedezi jól a helyeket. Aztán mi bejjebb megyünk egyel, és a kicsit a baloldali oldalt fogjuk majd coverolni, fedezni. Jó meleg van. Kb. 26-28 fokban. Tehát ez az utolsó harcunk ma. Jó meleg van, mi? Jó, az a páncél ilyenkor jó hűt. Jó, ma itt egy jó spát van, Attila azt mondja, hogy elfoglalja ezt, és akkor fedezi az ászlót, hogyha valaki áttör, akkor tudjuk azt. Én akkor elmegyek egyéb, beljebb megyek. Lehet maradjak? Jó. Itt maradok veled. Jó van, gyerek. Azt a fát lőd meg ott. Azt ott. Aha. Ah. Jó meleg van, mi? Hey man, okay. Okay, good luck, Zalán. Megyek egyet beljebb. Attila, good luck! Figyeljél! Attila, te ezt a részt nézed. Azt itt, hogy egy kijönnek át a Kempen Eisbe, akkor tudjál...